Akkor itt ül mellettem, ugye Belgiumból érkeztek, Graciellát kiemelném, ő spanyol, espanyola, és Vörös Gabi, aki ugye magyarországi, csak már több évtizede lassan mondhatom, ugye, hogy Belgiumban élsz. Hát már többet töltöttem Belgiumban, mint Magyarországon, tehát több, mint az életem felét. Gábor azért speciális. Ő már volt egyébként nálunk. Igen, volt. Csak azt hiszem, hogy akkor egyedül voltál, nem? Vagy csapattal voltál? Hát voltam egyedül is, meg voltam csapattal is. Minden évben megpróbálok egy különböző variációval jönni. Igen. Mert egy iszonyú baráti köre van már itt, imád itt lenni nálunk, igaz? Igen, lehet, hogy ide költözöm. Közben az történt, hogy csak YouTube-on maradt, illetve Facebookon maradtunk élőben, úgyhogy én azt javasolnám, hogy akkor zenéljünk. Két dal tudunk hozni? Tehát, hogy legyen most kettőt. Egy... Kettőt? Dos canciones? Dos pistas? Azért... Otladozva és... Jó, akkor mit szóltok, hogy legyen egy dal, akkor még egy kicsit beszélgetünk, jó? Como se llama? Scruvi, yeah. Jó. Tehát akkor legyen egy dal, utána beszélgetünk, vagy még egy dal, ami vagy le fog menni a rádióban is, jó? Jó, megpróbálunk eljátszani egy olyan dalt, amit együtt írtunk magyarul és spanyolul. Hát, ha sikerül. Indulhat? Persze. Indul a bandula.
be kéne kapcsoljuk a tapsgépet. Mert, hogy bravo, bravo! A közönség az kint van a teraszon, az én kezemben foglalt Krisztin, úgyhogy hogy te tudsz tapsgépet. Jaj, bocsánat! Vissza, vissza! Grazie, grazie! Köszönjük szépen!